Amerikai focisták, gyerekek, férfi és női labdarúgók, iskolák, óvodák is használják a felsővárosi sporttelep nagyműfüves pályáját. Egy időre azonban most szögre akasztották a pálya kulcsát, melyet az elmúlt hetekben a sportcipők helyett munkagépek vettek birtokba. A felsővárosi sporttelepen zajló két beruházás közül a nagy műfűves pálya felújítása, valamint egy élőfűves pálya kialakítása zajlik az Eger Labdarúgó Sport Kft. Közel 100 millió forintos TAU-s pályázatából. Ezzel együtt korszerűsítik a sporttelepet, mely magában foglalja a közművesítés, térvilágítást, a tereprendezést és parkosítást. A felsővárosi sporttelep túl azon, hogy futball utánpótlás képzésnek a bázisa, lakossági és oktatási igényeket is kiszolgál. Tehát nem csak a futballisták használják, hanem a környező iskolák, sőt óvodák is használják a pályát. Ezért nagyon fontosnak tartom azt, hogy a sportolni vágyó gyermekek, fiatalok egy 21. századi modern és egészséges körülmények között sportolhassanak. A másik beruházás a DVTK által az MLS támogatásával valósul meg. Az öltözők helyén parkolót alakítanak ki, valamint egy 272 fő befogadására alkalmas lelátót is építenek, és ezzel együtt egy komplett modern öltözőrendszer áll majd rendelkezésre a sportolók számára. A két beruházás munkálatai előreláthatólag ősszel fejeződnek be.